Semmilyen versenyjogi eljárás nem folyik Dinnye ügyben, ez Budai Gyula mondta a Magyar Dinnye Promóció újabb állomásán. A vidékfejlesztési államtitkár ismét leszögezte, ők csak egy asztalhoz ültették a feleket, egységes árról pedig nem volt szó, így karterről sem lehet beszélni. Ezt egyébként a tárgyalás több szereplője is megerősítette. Érdekes tény azonban az is, hogy az egyeztetésen résztvevő áruházláncok múlt heti 99 forintos dinnyárai ma már sehol sincsenek. A versenyhivatal egyelőre adatokat kér az érintettektől, és ez alapján dönt, indít eljárást. A vidékfejlesztési tárca július elején egyeztetett a termelőkkel és kereskedőkkel, hogy olyan fogyasztói árat kalkuláljanak ki a magyar dinnyére, ami mindenkinek jó. Simonka György, a Dinnye Szövetség elnöke a promóció második állomásán azt mondta, a nagyobb áruházláncok mindegyike jelezte, hogy nem kívánja 99 forint alatt értékesíteni júliusban a magyar-görög dinnyét. A piaci szereplők egységes ármegállapodása azonban felveti a kartelgyanút, amit a versenyjog szigorúan tilt. Az egyeztetésen résztvevők szerint ilyesmiről szó sem volt. Nem volt meghatározva az, hogy 99 forint vagy 88 forint. Semmi esetre sem hangzott el konkrét kérés arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig és mennyi legyen a fogyasztói ára a görögdinnyének. Ebben az árban állapodtunk meg. Budai Gyula vidékfejlesztési államtitkár ennek ellenére a promóció első napján mint kialkudott árat mutatta be a 99 forintot, amit azonban mára egyetlen áruházban sem lehet megtalálni. Az egyik áruházlánc hétvégén szállította le az árat 95 forintra, azt mondták nem a kartelgyanú hírére, hanem a rossz idő miatt. És van olyan kereskedelmi lánc, ahol mától csak 88 forint kilója. Tulajdonképpen a tegnapi nap járt le egy akció, amelyben 99 forintért értékesítettük a dinnyét, de ahogy ezt a többi zöldségnél, gyümölcsnél is már megszokott, a szezon elején magasabb árponton kerülnek ki ezek a termékek a polcokra, most pedig már benne vagyunk a szezonban, így elindult a görög dinnyének árának a csökkenése is. Vagyis azzal már nem lehet vádolni senkit, hogy mesterségesen, egységes áron tartaná a dinnyét, így a kartelgyanú is megdőlni látszik. Vannak ellendrukkerek. Budai Gyula azt mondta, semmilyen versenyjogi eljárás nem folyik az ügyben, és szó sincs karterről. A minisztérium csak egy asztalhoz ültette a feleket, hogy egyeztessenek. A versenyhivatal egyébként közleményt adott ki, miszerint két bejelentést kaptak az ügyben. Első körben most adatokat kérnek be az érintettektől, és ezek alapján döntenek majd arról, hogy indítanak-e, és ha igen, mely vállalkozásokkal szemben eljárást.